Zarándok út az első szülőföldön maradás napi alkalmából Kárpátalján. Kerékpárok a katolikus karitástól a benei római katolikus közösség számára. Ezek a hitélet mai témái. Tartsanak velünk! Gyülekezés a Nagybégányi túrószobornál. Innen indult az a 11 kilométeres zarándokút, melyet Bőte Csaba dévai ferences rendi szerzetes, az első kárpátaljai szülőföldön való maradás napja rendezvény fővédnöke vezetett. Mint mondja, azért vállalt el ezt a szerepet, mert szerinte Isten akarata, hogy megtartson mindenkit szülőföldjén. Nem véletlenül születtünk ugyanis arra a helyre. Én fontosnak látom azt, hogy tényleg megmaradjunk a szülőföldünkön. Árva gyerekeket nevelek, és azt láttam, hogy Isten a vér szerinti rokonok iránti szeretetet és a szülőföld iránti ragaszkodást nagyon mélyen belénk írta. Tehát Isten akarata, hogy megmaradjunk a szülőföldünkön. És hát ugye itt a fiatalok azért hívtak, hogy pont egy ilyen zarándoklatot szervezünk, ami segít, hogy még jobban ragaszkodjunk, szeressük a mi drága szülőföldünket. Igazából Jézus mivel kezdte a nyilvános működését? Hát nem az, hogy egy nagy pályázatot írt az Európai Unióhoz, a világ megváltásának, infrastruktúrális fejlesztéséhez, hanem hát elindult Jánossal, Andrással, hogy megmutassa, hol lakik. 52 kilométer Jordán folyó, Názáret, és együtt zarándokoltak, és utána is egész élete Jézusnak zarándoklatot jelentett, valahonnan, valahova mindig úton volt. És azt gondolom, hogy hát a jó keresztény az elindul. És hát a Kárpátalja nagyon szép, látom, sose jártam ezen a vidéken, és örvendek, hogy most Beregszász környékét így gyalog barangolhatom. Sok fiatal tartotta fontosnak, hogy csatlakozzon a zarándokúthoz, illetve hogy részt vegyen az egész napos rendezvényen. Az egyik ilyen zarándok a beregszászi Kárpinec Krisztián volt, aki szerint bár nehéz manapság megélni Kárpátalján, mégis meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy otthon boldoguljanak a fiatalok. Fontosnak tartom, igen, hogy sokan itthon maradjanak, már amennyire lehetséges, mert ugye mindenki a jobb megélhetés felé törekszik, illetve máshol képzelni el a jövőjét, hogyha nem lenne ilyen elkeserítő a helyzet, de mindenféleképpen ez fontos. 8 éve egy barátomtól, akinek családi hagyatékkal kaptam ezt a fantasztikusan csodálatos szép botot, ami tulajdonképpen nemzeti műkincs. Egy zarándoklat során ugyanakkor természetesen nem csak az úti célra történő megérkezésen, hanem magán a testet és lelket egyaránt erősítő utazáson van a hangsúly. A szülőföldön való maradás zarándokútra Magyarországról is érkezett hívő Cseh Béla Sztaret személyében, aki előszeretettel tartott élménybeszámolót a helyieknek. Béla zarándok egy különleges, közel 100 esztendős bottal járja be a Kárpát-medencét. A bot nem az enyém, hanem egy olyan ismerősömé, aki nem zarándokol, de családi hagyaték ez a bot, és azért értékes, meg azért szent bot ez, mert már nagyon sok atya föltette az oltára, és megszentelte, megáldotta ezt a botot. Ennek a botnak a röviden az a történet, hogy 1924-ben egy kapucinus szerzetes Mária Besnyőn faragta ki, és Trianonig az egész bánatát belefaragta, egész magyar történelem Trianonig bele van faragva, hogy kicsit jobban megteszik nézni, meg a magyar himnusz is spirálisan benne van. A markolatban Jézus a kereszttel, ezen túlmenően rózsafából készült, és hát eszmei értéke elég jelentős, mert hát ez most nem ide tartozik, mert piaci forgalom, nem piaci forgalom képes, de azt mondják, hogy 1,5 millió forint az eszmei értéke ennek a botnak. Tehát ezt 8 éve rám bízta a tulajdonos azzal, hogy vigyem el szent helyekre, és vigyem körbe az ország határon. Hát ezt nagyjából meg is tettem, aztán kiderült, hogy nem a kisebb, hanem a Kárpáthoz a nagyobb ország határa gondolt. Hát annak is egy szakaszát azért, mert bejártam a néhai magyar-lengyel határt, a szlovák-lengyel határt a Hernád mentén, de hát azért attól még messze vagyok, hogy végezzek ezzel a feladattal. Nos, én valamikor elvégeztem az zarándoklat vezetői ifjúsági tagozaton, de nem mint lelki vezető, hanem mint olyan ember, aki képes megszervezni és lebonyolítani fiataloknak zarándoklatokat, és nem nagyon téved el az erdőbe,
ma már tudom, hogy a pici gyerekeknek az a legnagyobb élmény, mikor elmesélik a szülőknek, hogy Béla bácsi eltévedt, Béla bácsi eltévedt. Úgyhogy már néha egy kicsit be is iktatok egy picit tévesztést a hegyek között, már csak azért, hogy tanulják, mert térképismeretet is tanulnak tőlem, hogy azt is tanulják meg, hogy olyan kell korrigálni, hogyha az ember egy kicsit hibázik az erdőbe, hogy ezt is megtanulják, tehát már vannak szándékos tévesztések is. Hát a bot történetéről akkor most egy olyan szép példát mondok el, hogy 3 éve zarándokoltunk Szegedről Nagybecskerekre, Vajdaság déli részével. Megérkeztünk Nagybecskerekre, és ott a plébános úr nézegette a botomat, hogy jaj, de gyönyörű ez a bot. Hát mondom, igen, csak egy nagy baj van vele, hogy egy kicsit rövid, mert egy sziklába beszorult a vége, és letört. És sajnos elvesztettem egy aradi vértanút. Az atya rám nézett, és megkérdezte, hogy melyiket. Hát én megmondtam, hogy a Lázár Vilmost. Szóval atya azt mondta, hogy uram, nézem föl. Fölnéztem, és a Lázár Vilmosnak az emléktáblája alatt álltam, mert mint kiderült, Nagybecskerek egyik nagyszülöttje Lázár Vilmos. Hát ennek aztán folyománya lett, mert az atya akkor azt mondta nekem, hogy jó, hát a bot végéről elvesztette, de a lelkéből, a szívéből soha nem fogja elveszteni Lázár Vilmost. És ez így is van. Létrehoztuk a Dunajvárosba, ahol ilyen altemplomi urnatemető felügyelői szolgálatot látok el, ifjú hitoktató hölgyel, egy Szent II. János Pál pápa gyermek túl az zarándok közösséget, és pici 7-12 éves gyerekekkel járunk nagyon sokat zarándokolni. Hát már Pákozzal is elvittem őket kétszer, Lázár Vilmosnak a kopjafáját megkoszorúzni. Tehát most október 6-án például Galánta környékén zarándokoltam, ugye október 6-a a gyászünnep. Már csak azért is, mert halál előtt nem sokkal kinevezték őt a felvidék hatos parancsnokának, Lázár Vilmost. Jézus Krisztus várott rád, Jézus Krisztus várott rád. A menet résztvevői Beregszázba érvén a helyi Budapest Parkban elültettek egy fát a Kriszt jó voltából. A fa, mint egyéni életút, önismereti szimbólum, jelképezi az élet gyökereit, mely létünk hajnaláig visszanyúlik. Sipos József, a Krisz elnöke bízik abban, hogy amikor ez a fa majd megnő, akkor még lesznek magyar fiatalok, akik megállhatnak és megpihenhetnek alatta. A faültetés az mindig a remény szimbóluma. Reméljük, hogy egy fa, egy fiatal fa, az gyökeret ver, és majd lesz belőle öreg fa, de először arra kell odafigyelni, hogy gyökeret verjen, és elérje a gyümölcstermés időszakát. Mi, mint fiatalokkal foglalkozó szervezet számunkra egyértelmű volt, hogy egy fát ültessünk, egy fiatal fát, amire majd vigyázunk, ami majd, amikor megöregszünk, akkor visszaemlékezünk, hogy mi ezt fiatalon elültettük, ezt a fát. Önök mennyire próbálják arra nevelni a fiatalokat, hogy itt maradjon a szülőföldön? Nagyon sok programunk nekünk is erről szól. Ifjúsági táborokban beszélünk erről a témáról folyamatosan, nem most, amikor megindult ez a nagy kivándorlás, hanem már évek óta a család szeretetére, az itthonmaradásra, a hazaszeretetre. Mindig is előjönnek ezek a témák az alkalmainkon, nyári táborban, őszi konferenciákon, minden alkalommal szinte. Gondolom, hogy ha beszélünk róla, akkor egy esély van arra, hogy elmondják az érzéseiket ezzel kapcsolatban. Nem mondom azt, hogy jól áll a helyzet, hiszen a számok alapján látjuk a csökkenést, de annak örülök például, hogy többen mostanában hallom, hogy már Németországból, Angliából, az anyaországba hazatérnek legalább sokkal közelebb. Ezt követően átvonultak a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolára, ahol színes programok várták a résztvevőket. A hagyományteremtő rendezvényen Bőte Csaba előadása mellett kárpátaljai fiatalok fellépéseit lehetett megtekinteni. Emellett a magyar közösségért sokat fáradozó fiatalok mondták el, miért éri meg itthon szerencsét próbálni. Dobsa István, a KMKSZ Ifjúsági Szövetségének elnöke derülátó a kárpátaljai magyar fiatalok jövőjét illetően. Ma Kárpátalján mi is úgy gondoljuk, hogy kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk a szülőföldön való maradás kérdésére, hiszen számos olyan negatív tényező hat egyfajta katalizátorként a kivándorlásra. Gondolunk itt a kelet-ukrajnai konfliktusra, az ezt követő gazdasági válságra, vagy azokra a belpolitikai lépésekre és döntésekre, amelyek negatívan hatnak az itt élő nemzetiségi kisebbségekre. Mindezek mellett mi, mikor szülőföldön való boldogulásról gondolkodunk közösen, akkor mindig Fodó Sándornak, a KMKSZ alapítójának gondolatai jutnak az eszünkbe, aki szerint nekünk, akik még itt maradtunk Kárpátalján,
elsőrendű feladatunk, hogy hitet és reményt tudjunk biztosítani és nyújtani a még itt maradt családok számára. És én úgy gondolom, hogy ilyen erős támogatókkal, mint Magyarország Nemzeti Kormánya, aki mindent igyekszik megtenni, hogy ezt ebben a törekvésünkben sikereket arassunk, és én úgy érzem, hogy ezek a sikerek meg is vannak Kárpátalján. Szerintem minden esély megvan arra, hogy fiatalok, fiatal családok döntsenek Kárpátalján mellett, ezért is tartottuk a mai napon fontosnak, hogy a KMKSZ ifjúsági szervezet is csatlakozzon ehhez a mozgalomhoz, és reményünket fejezzük ki, hogy többen és többen jönnek vissza Kárpátaljára, és sikeres évek következhetnek. A kárpátaljai magyar fiatalok gyakran teszik fel magukban a kérdést. Honnan tudhatjuk, hogy ez a számukra kijelölt hely? Azt láttam az árva gyerekeknél is, hogy nagyon-nagyon mélyen bennük van a szülőföld iránti szeretet. Akár honnan jöttek hozzánk, olyan szépen tudnak beszélni arról a vidékről, ahol ők éltek, ahol honnan hozzánk kerültek, és azt látom, bárhova is sodor az élet, szívünk egy darabja biztos otthon marad. És én úgy gondolom, ez Istentől van, ez Isten akarata szerinti dolog, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy maradjon otthon, becsülje meg azt a szülőföldet. De és hogy itten, hogy vannak gondok, bajok, hát legalább nem unatkozunk, nem? Engem hívtak, hogy menjek Bécsbe Ferenc szerzetesnek, és azt mondtam, hát ott minden, csak port kéne törülni, ott minden új rendben van. Mi mennék oda? Erdélyben sokkal nagyobb szükség van rám. És én önökre is itt azt gondolom, Kárpátalja, ez az önök hazája, önökkel itt ezt a földet, munkájukkal, imájukkal, szeretetükkel megszenteljék. Máshol elmehetünk, de ottan csak szolgák leszünk. Szülőföldünkön ellenbe, hát hogy mondjam, saját földünkön urak, vagy hogy mondjam, tulajdonosok. Nem bérlők, nem napszámosok, hanem gazdák vagyunk. Én már többször voltam Kárpátalján, Beregszászon tényleg nem voltam még itten, de nagyon örülendek láttam ezt a szép régi templomot, találkozhattunk itt a püspökatyával, a hívekkel, minden. Jó érzés volt, tehát ugye a Zarándok úton is ugye az embereknek integettem, köszöntem, és nagyon sokan magyarul köszöntek vissza. Fiatalok, felnőttek, gyerekek, minden, úgyhogy én optimista vagyok. Én úgy látom, hogy van itt jövő, van itt holnap. Vigasztaljuk, bátorítsuk egymást, mert biztos, Isten ajándéka ez a föld. Ugye annak idején gyerekként énekeltük azt a dalokat, hogy miénk itt a térben, mi nőttünk itt fel. Hát, adja az Isten a Kárpátaljai testvéreink itt Kárpátalján nőjenek fel, és szövégi legyen ez a föld, amelyből vétettek, és amelyben az őseik is nyugszanak. A Zarándok utak során találkoznak, és tapasztalatot cserélnek egymással a hívők. Viszont az ilyen utak során csodák is történhetnek. Béla Zarándok egyik története szerint elvesztette a botját, de ennek köszönhető az, hogy a megtalálója jó útra tért. 13 évvel ezelőtt szlovák rendfenntartó katonákat szállító repülő lezuhant a Borsóhegyen, mert az kiáll a Zempléni hegység vonulatából. 44-en utaztak rajta, a végébe ült az egyszemtiszta magyar kassai katona, Farkas Martin. Mivel a repülő farka letört, ő szintén elvesztette eszméletét, de túlélte, de ő volt az egyetlen, 43-an meghaltak. És ennek a 10 éves évfordulójára, igen, a repülő kigyulladt, tudnélik, és mindenki meghalt rajta kívül. És a 10 éves évfordulóra, mivel a mi Szent Erzsébet utunk mellé zuhant a repülő, ami Kassa és Sárospatak között van, két kis zarándok társadal kitaláltuk, hogy egy kézzel hímzett kis koszorút elviszünk a szlovák kopjafákhoz, amik fönn vannak a Borsóhegyen, erre az emlékünnepség, gyászünnepségre, és a magyar gyalogó zarándokok nevében mi is elhelyezünk egy kis koszorút. Igen ám, csak ez január 19-én nap volt, és nagyon hideg téli nap, és kiderült, hogy az egyik kis leány görög katolikus zarándok társának a gerince be van vasalva. És én mondtam neki, hogy merészhetettel így eljönni, hát éjjel sötétben 3-kor indulunk fel a Borsóhegyre, hát ez életveszélyes, amit te csinálsz, de megnyugtatott, hogy nem lesz semmi baj. De abban, hogy szántam, amikor szálltunk le a vonatról, ennek a tudatában, hogy olyan sérült gyerek, fölkaptam a hátizsákomat, meg az övét, hogy lesegítsem a vonatról a hátizsákot, és a botot fönnfelejtettem a vonaton. A vonat az egy ilyen kis egykocsis vonat volt, vezető átment a másik oldalra, és ment vissza Szerencs felé, és elment a szent bot.
És akkor hát egy kicsit kétségbe estem, mert nem is az enyém egyrészt, másrészt azért hát ez óriási veszteség. És akkor gondolkodtam, hogy hogy lehetne ezt a Szentbotot visszaszerezni, és akkor támadt egy ilyen sugallatom, hogy nézzem meg, hogy abba, hogy szántom, milyen iskolák vannak, hiszen ezen a vonaton volt egy vonatvezető, egy kalauz, én a két kis görögkatolikus leányzarándoktársammal, és 6-7 ilyen kis túlkoros fiúcska volt az zárt etnikai csoportból, ezt nem bántó szándékkal mondom, de oda tartozott cigány gyerekek voltak, de a jobb fajtákból, mert iskolatáskával, hátizsákkal, stb. És akkor rájöttem, hogy Abolj Szántónak van egy mezőgazdasági szakiskolája, és akkor, meg kollégium. Nem volt nehéz kitalálni, ezek a gyerekek valószínűleg oda járnak iskolába, és írtam az iskola igazgatónak egy levelet, meg egy másikat, amit kértem, hogy olvasson fel a fiúknak. Ezt ő megtette, és volt egy kép rólam, amin én voltam rajta, meg a bot, és ezt is közé tettem a Facebookon, és egyszer csak több mint 100 Facebook segítő levélkét kaptam, bejegyzés, hogy merre látták a Szentbotomat Abaúj vidékén. És akkor egyszer csak egy egész konkrétat kaptam, hogy Takta Harkányban név szerint kinél van a Szentbotom, és akkor az a fiatal ember, hát az nyilvánosságra hozta, hogy igen, nála van, a Facebookon nem is tagadta, és akkor jön a történet legszebb része, megbeszéltem vele, hogy mikor megyek Takta Harkány felé, és ez a cigány gyerek egyszerűen fogta, és a vasútállomáson föl akarta adni nekem a Szentbotot, látta, hogy ott vagyok a vonaton, és akkor intettem neki, hogy ne, hát hoztam neked ajándékot, hát ne viccelj, leszállok, majd egy következő vonattal megyek tovább. Leszálltam, beszélgettem ezzel a fiatalemberrel, és mikor hazamentem, akkor a Facebookon közé tettem ilyen mondatot, hogy köszönd meg drága szüleidnek, hogy ilyen derék, nagyszerű, becsületes embert neveltek belőled, és egy hónapig vigyáztál a vonaton felejtett botomra. És a gyerek ettől a bejegyzéstől úgy hallom, hogy nagyon jó tanuló lett, megváltozott, egy nagyon rendes ember lett belőle. Tehát ilyen hatása is van ennek a Szentbotnak. A nap végén mindenki elbeszélgethetett Csaba testvérrel. Többen kérték biztató szavait útravalóul, és nem utolsó sorban emlékül közös képeket készítettek vele a hívők. Az első szülőföldön való maradás napján több százan vettek részt, és Kárpátalja szinte minden részéből érkeztek érdeklődők. Következő helyszínünk Bene, ahová a katolikus karitásztól érkeztek kerékpárok. A katolikus Caritas újabb adománnyal támogatja a kárpátaljai magyar családokat. A segélyszervezet közel 2 éve indította a Kerékpárokat Kárpátaljára elnevezésű programját. A bicikliket a katolikus Caritas németországi testvérszervezete adományokból gyűjti össze. Tövetlen a lelkesedés. A médiában folyamatosan hirdetjük az akciót. Az eredmény kézzel fogható. Évente 100 kerékpárt tudunk idehozni. A mi szervezetünk, a Szent Erzsébet Alapítvány bonyolítja a gyűjtést. A katolikus Caritas már a 4. alkalommal juttat el kerékpárokat Kárpátaljára. Túlnyomó részük a szórvány magyar közösségekhez került. Lassan 2. esztendeje, hogy a katolikus Caritas rendszeresen kerékpár adományokat is hoz Kárpátaljára. Főleg azokban a településekben, amelyek távolabb vannak a nagyobb városoktól, illetve olyan iskoláknak, ahol a gyerekek számára ez nagy öröm és segítség lehet, különösen a nyári vakáció idején. És így közel már 200 kerékpárt juttattunk el. Segítünk Németországba gyűjti össze ezeket a kerékpárokat, itt elhozzuk Magyarországra, ott egy kicsit rendbe rakjuk őket, és így hozzuk tovább Kárpátaljára. Most Bene község lakói, illetve a plébános atya által kijelölt személyek fogják ezt megkapni, és ott a helyi lakosok fogják használni. Az eddigi kerékpárok, tehát Beregszászra, Viskre, Gyertyánligetre kerültek, ott is iskolás gyermekek használják. Nagyok a távolságok és nagyon rossz a közlekedés, tehát ezzel azért egyik településről a másikra a magyar iskolákba átjutnak, illetve az magyar istentiszteleteket is tudják vele látogatni. A kerékpárok hagyományosan Beregszásznál gördülnek át a magyar-ukrán határon. Itt ugyanis engedélyezett biciklivel az átkelés. A legutóbbi 30 darabot a Benei Római Katolikus Közösség kapta, amelynek tagjai személyesen kerekeztek át a bringákkal a határon. Meg vannak elégedve velük.
az időjárás engedte volna, akár hazáig is ezzel tekertem volna, de sajnos nem sikerült. Érezhetően könnyebb, sokkal puhább, finomabb. Egyszerűen állom vele hajtani. A bicajokat a határól a Benei Római Katolikus plébániára és a mögötte húzódó táborozó helyre szállították. A helyi plébános tudatosan kérte ezeket a kerékpárokat. Benében van egy csodálatos táborozó helyünk, és hogy ide mindig jönnek gyerekek egész nyáron, június 1-től szeptemberig telt házzal vagyunk, és jönnek ide gyerekek táborozni. És gondoltam, hogy ez egy plusz lehetőség, hogyha jönnek hozzánk táborozni, hogy el lehet menni tőlünk biciklitúrára, mert vannak bicikleink, amit ki lehet kölcsönözni, és akkor nyugodtan el lehet menni egy közeli faluba. Csetfalván is vannak műemlék jellegű templomok, templomunk is, egy gyönyörű templom, ami pedig új is. Aztán gyönyörű, nagyon szép itt a környék, van mit megnézni, így nagyon jó tudjuk hasznosítani a kerékpárokat. Ugyanakkor azt mondtam vasárnap, hogyha valaki igényli, hogy szeretne egy biciklit megkapni, az megkaphatja, az a feltétele, hogy vigyázz rá, és nyáron, hogyha esetleg szükség van rá, akkor beszolgáltatja, hogy a táborozók tudjanak például 30-an elindulni, biciklizni, kerékpározni. Aztán vannak olyanok, akik vidékök, Kovászóról jár be egy család, nekik nagyon nehéz bejutni minden vasárnap ide római katolikus és magyar szentmisére. Ez nekik egy könnyebbséget jelent, hogy most kapnak egy biciklit, és biciklivel bejöhet az egész család. A katolikus Karitás sok kárpátaljai településen végez missziós munkát. Több helyről is jelezték azt, hogy szükség lenne kerékpárokra, így a program tovább folytatódik.